Harkonik Alba Fehérvár. Mostantól 2 évig így hívják a legutóbbi szezon bronzéremmel záró kosárcsapatot. Az amerikai óriás cég nem először támogatja a fehérvári sportot, ennek több formája is volt, de a kosarasoknál most új szintre emelte az együttműködést. Az Arconic Köfém Mérprájc Hungary Kft.-nek nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás. Az Arconic Alapítványon keresztül ugye a non-profit szervezeteket, intézményeket, iskolák működését tudjuk támogatni, illetve az eredményes működésünknek megfelelően a társasági adóból a helyi sportcsapatokat támogatjuk, és támogattuk ugyanígy ugye az Alba Fehérvár kosárcsapatot is, és ezen támogatást tudtuk egy magasabb szintre emelni a mostanáért névadói szponzorációs szerződéssel. A névadó szponzor bejelentésén a város polgármestere is jelen volt. Nem véletlenül. Cserpalkovics András már máskor is kifejtette, hogy a nagyfehérvári cégek példát mutathatnak elkötelezettségből és felelősségvállalásból, ha támogatják a sportot is. A mértéknél is talán fontosabb maga az üzenet, hogy a város egyik legfontosabb gazdasági és ipari partnere, amik az élet rengeteg területén társadalmi felelősségvállalásba mintát nyújt és szolgáltat, az most úgy döntött, hogy igenis érdemes az élsport fele is nyitni. Miközben a pandémia után a gazdasági válság sújtja a világot, és benne a sportot is, különösen örömteli, hogy komoly támogató áll egy hagyományosan sikeres csapat mellé. Ez egy óriási dolog a klub életében, hogy ebben a gazdasági helyzetben és a mai problémák között sikerült két éves szerződést aláírnunk az Arconic Milfproduct Kft.-vel. Úgyhogy ez, ahogy említettem, is nem csak jó dolog, hanem felelősség is, hiszen így azért már egy olyan multinacionális céget is képviselünk a jövőben, amelyik el fogja várni tőlünk a magas minőséget és ezáltal a jó teljesítményt. De mi állunk ennek elében. Balázs Imre klubelnök a nagy cég támogatásával járó felelősségről is beszélt, kijelentve szeretnék a jövőben bajnoki címmel is megköszönni az Arconicnak a szponzorációt. Ehhez persze jó csapat kell, és az ügyvezető szerint elsődleges szempont ennek kialakításában a magyar mag erőssége. Továbbra is az a koncepció, vagy projektünk, hogy a magyar magra építeni. Ilyen szempontból azért szerencsénk volt, vagy még jól állunk, hiszen mind Vojvoda Dávidnak, mind Szabó Zsoltnak, mind Pongó Marcellnak szerződése volt. De szerettünk volna még inkább erősíteni ebbe, és ebben léptünk én azt gondolom egy óriásit Somogyi Ádám személyében, aki amellett, hogy már meghatározó játékosa volt tavaly a Falkónak is, és bontogatja a szárnyait a válogatottban, emellett még az U23-as szabálynak is megfelel. Az új keret tehát úgy alakult, hogy mezőnyposztokon főleg magyar játékosok szerepelnek, a 4 leszerződtetett amerikai légiós pedig palánk alatt jelenthet erősítést. Matthias Szolnér csapata jövő hétfőn kezdi a felkészülést, egyelőre a válogatott kerettagok és a külföldiek nélkül.